2020. februárjában zajlottak az Almási kastély mögötti területen, a Gyulai Várfürdő parkjában azok a munkálatok, melyek során geotermikus talajszondák fúrását végezték a szakemberek. Napjainkban a kastély mellett a Stefánia szárnyban is geotermikus fűtési rendszer van. Közel 100-150 méter mélységben a talajhőmérséklete állandó. Temesvári János műszaki vezető elmondta, összesen 70 darab talajszondával rendelkeznek. 100 méter mélységig le vannak fúrva a földbe, és ebben egy fagyáló kering. Ez a fagyáló felveszi a földnek a hőmérsékletét, így egy olyan közel 10-15 fokos hőmérsékletű vízzel tudunk dolgozni. Tehát azt szivattyúzzuk föl a primérkörből, és egy hőszivattyú segítségével, elektromos áram segítségével ezt melegítjük tovább 30-35 Celsius fokos vízzé. A 30-35 Celsius fokos víz jut tovább a radiátoros, a paddófűtési körbe, valamint a használati melegvizet is ebből állítják elő. A rendszer adott esetben alkalmas egy passzív hűtésre is. Ezt a 10-15 Celsius fokos vizet nyáron is fel tudjuk használni, és ezt keringetve a szekunderköri rendszerekben ezzel tudjuk hűteni az épületet. Temesvári János elmondta, számukra tökéletes, hogy a talajszondák a kastélyhoz közeli területen lettek lefúrva. Van ennek egy fizikai korláta, hiszen minél tovább kell elvinni az adott hőmérsékletű közeget, annál nagyobb hőveszteséget érünk el.